És ahogy említettük, lesz ma egy témánk, ez a pillanat jött el, ugye fordulat állhat be Novozánszky Fanni ügyében is eltűnésével kapcsolatosan. Lihi József, a családügyvédje a vendégünk. Jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ugye, amiről az elmúlt napokban lehetett olvasni, az egy bizonyos hajszál, amit a gyanúsított lakásán és a lakásán belül a mosógépében találtak meg, ami úgy tűnik, hogy most Fanni-é? Igen. Tulajdonképpen a mosógépben találták meg, tehát a belsejében. Ez azt mutatja, hogy azért egy házkutatásnál, egy ilyen helyszíni szemlénél azért a mosógépbe nem mindig szoktak ilyen értelemben belenyúlni. De hát ennél az eljárásnál még ezt is megtették. Uh-huh. És ugye ami ennek a hajszálnak a legfontosabb konklúziója az, hogy ha kijelenthető az, szakértői szempontból, szakmás szempontból, hogy igen, ez a Fanni hajszála, akkor viszont ez egy további nagyon fontos tényadat, ugye, a gyanúsított személyét illetően, az elkövetéshez való közét illetően. Ugye azért azt tudni kell, hogy a hajszálakról egészen az utóbbi egy-két éves időszakig nem nagyon tudták azt kijelenteni, hogy bizonyosan kié. Tehát a hajszálakat korábban úgy vizsgálták, hogy ketté vágták őket, és ilyen keresztmetszetet vizsgáltak, és azt hasonlították össze, vagy a vádlottéval, vagy a sértettével, vagy akivel éppen akarták. És akkor egy ilyen valószínűsítést tudtak mondani, hogy egy a 200-hoz kié lehet az a hajszál. De utóbbi években ugye fejlődött a genetikai vizsgálati módszertan, és hát ugye manapság már, miután a hajszál ugye elhalt sejtekből áll, a hajszál nem tartalmaz DNS-t. Vagy olyan minimális mértékben, ami nem elegendő ahhoz, hogy egy normális, sima hemogenetikai vizsgálattal ki lehessen azt jelenteni, hogy ki a hajszál. Van egy úgynevezett proteinvizsgálatnak nevezett eljárás, ami szintén egy genetikai eljárás, és hogyha ezt elvégezték rajta, és ezáltal kijelenthető az, hogy az a hajszál, vagy a hajszálak Novozánszky Fanni-é, akkor az óriási jelentőségű, mert egyel több exakt tényadat keletkezett ebben az ügyben, ahol ugye az ügy jellemzője folytán épp az a probléma, hogy nem sok tényadat van. Itt ugye egyébként már azt lehetett olvasni két nappal ezelőtt, hogy bebizonyosodott, hogy Fanni hajszáláról van szó, de akkor, ha jól értem, ez a vizsgálat nem ért még véget, tehát ezt még azért így 100%-osan nem lehet kijelenteni. De, tehát... Ja, hogy végeztek ezzel a vizsgálattal. Igen, csak az a jó hír benne tulajdonképpen, hogy kijelenthető, hogy az övé. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy a valahány százalékhoz az, hogy az övé lehet, és mondjuk valószínű, kicsit valószínű, közepesen vagy nagyon valószínű, hogy az övé, hanem az övé. De azt árulja el nekünk, ügyvéd úr, hogy ez az ügy kimenetele szempontjából mennyire hozhat fordulatot, mire gondolok? Önmagában az a tény, hogy egy gyanúsított mosógépében az áldozatnak a hajszálát megtalálják, az jelentheti az, a nyomozás során az, hogy egy ítéletnél azt mondják, hogy igen, ez a gyanúsított gyilkolta meg Novozánszky Fannit? Hát ugye az ügy összes körülményét kell nézni. Önmagában ez magát a gyilkosságnak, tehát az elkövetőnek a kilétét még nem fogja meghatározni. Igen, hát sőt, mint ugye a gyanúsított, hogyha jól emlékszem, ő elismerte azt, hogy ő többször találkozott. Igen, tehát azt nem is tagadta, hogy találkoztak. Tehát ez mondjuk lehet azt mondani, hogy igen, mert ez is arra bizonyíték. Így van. Beradta azt a ruhát, amin viselt ugye aznap, amikor találkozott Novozánszky Fannival, kimosta. Ilyenkor jön az, hogy egy vele szemben álló, mert ugye az észszerűség talaján állva kell megközelíteni a kérdést. Tehát a formál logika talaján. Miért van benne a mosógépbe a Fanninak a hajszála éppen akkor, vagy azután, amikor kimosta azt az overált, amit akkor hordott, amikor a bányatónál járt, meg hát abban a 4 napban, amikor tulajdonképpen hétfőtől péntekig ugye a Fanni holttestét valamikor eltüntették. És hát ugye itt jön az, hogy ha tud rá megfelelő magyarázatot adni, tehát ilyenkor egy kicsikét már megfordul a dolog. Van egy olyan bizonyíték, hajszál a mosógépbe, ami nyilvánvalóan az észszerűség talaján ellene szól. Aha. Meg hát az overall ellen is szól. Na most itt jön az, hogy jó, akkor tud-e rá megfelelő magyarázattal szolgálni, ami azt a gyanút, ami ugye nyilvánvalóan logikusan ellene szól, hogy ő abban az overallban annak a lánynak a holttestét mondjuk cipelte vagy hurcolázta, ezzel szemben tud-e egy ezt legalább ilyen szintű ellentétes
megfelelő magyarázatot adni. Igen, de bármennyire is szomorú kimondani ezzel a tragédiával és ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatosan az, hogy ugye nem is tudják, azt sem egyértelműen bizonyítani, hogy amikor utoljára látták az élettelennek tűnő Novozánszky Fanny testét, akkor ugye ő már meghalt-e, vagy sem? Ugye, és ugye ami nagyon nagy probléma, hát ezt ön is mondta itt nálunk a stúdióban, hogy a másik nagy probléma az, ugye, hogy az ő testét nem találták, meg holttestét nem találták. Hát épp ez az. Ezt említettem ugye az előbb, hogy olyan kevés tényadat van az ügyben. Uh-huh. Normális esetben, emberülési ügyekben a életelvesztésének a ténye, a elkövetés módja, a halál oka, a halál időpontja, tehát minden olyan dolog, ami egy emberülésben egy vádirati tényállásnak tényállításszerűen az elemét kell képezze, meg szokott lenni. Miért? Mert megvan a holttest, és akkor a halott szemle alkalmával, az igazságügyi orvostani boncolás alkalmával mindezeket meg tudják állapítani. Na most itt nálunk még arra sincs tényadat, hát legalábbis ugye orvos szakértői tényadat nincsen, hogy ugye meghalt a lány. Én azt jól sejtem egyébként, hogy egészen hivatalosan Novozánszky Fannyt még mindig eltűntként tartják nyilván? Nem, mert a nyomozás emberölésben folyik, és Fannyt a nyomozószerv természetesen, mint gyilkosság áldozatát tekinti. Na most ugye az, hogy éppen az ő igazságügyi halott szemléje nem következett be, hiszen nincs meg ugye a holtteste. Ez egy óriási hiányosság, ez természetes. És ilyenkor van az, hogy de attól függetlenül azért más egyéb adatok, közvetett bizonyítékok, videófelvételektől kezdve, ki az, aki az ő élettelennek látszó holttestét cipeli, hová teszi, mit csinál vele, milyen útvonalakat jár be vele. Tehát tulajdonképpen az elkövetés utáni gyanúsítotti mozgás és gyanúsítotti magatartás az, amiből ugye tulajdonképpen visszamenőlegesen ki kell tudni logikázni, hogy de akkor mi történhetett, és hogy ki volt az elkövető. Ön ugye tartja a kapcsolatot ugye nyilván a családdal, a Fanny édesanyja, mit mond, hogyan áll jelenleg ugye ez a helyzet, ez a tragédiához? Hát nem abban, bízik-e abban, hogy tényleg egyszer megszületik az igazság? Nem jól érzik magukat nyilván a szülők. A nyomozószerv nagyon lojális volt hozzájuk, nyilván egy volt, hogy mind a kettőjüket behívták. Egyfajta nyomozás érdekeit nem sértő tájékoztatást is adtak nekik, hogy mégis azért tudják azt, sőt biztosították őket arról is, hogy igen, hiába fog befejeződni a nyomozás, a lánynak a holttest, nem fog elfelejteni a rendőrség azt, hogy ennek a lánynak a holttestét meg kell találni. Tehát továbbra is fognak utána kutatni, továbbra is fognak rádolgozni, attól függetlenül, hogy lehet, hogy már a bíróság előtt leszünk az eljárásban, és hát amiben ők bízhatnak, beletörődtek már nyilván abba, hogy a lányokat elveszítették, de hogy egyszer talán mégiscsak meg lesz. Másrészt pedig persze, hát az igazságszolgáltatásnak az eredményességében. Ön is említette ugye, hogy kevés a tényadat, közvetett bizonyítékok vannak. Mennyire állunk közel vagy messze a vádemeléstől így ennek fényében? Most én is kaptam már tájékoztatást arról, hogy tényleg most már igen rövid időn belül lezárják a nyomozást, tehát majd hivatalosan a teljes iratanyagba is betekinthetünk, másolatokat kérhetünk ki. Tehát itt már én szerintem az folyik, hogy az ügyészség azt fogalmazza, hogy hogyan tudja a vádirati tényállást ezeknek az adatoknak a tükrében létrehozni. Tehát akkor hamarosan, mondjuk akár napokon vagy heteken belül vádemelés lehet? A napokon belül nem, de én azt gondolom, hogy heteken belül lezárják. Még egy szakértői véleményt várnak, amit állítólag külföldön készítenek, nem itthon Magyarországon, ezt bevárják, és azt követően pedig úgy tűnik, hogy tényleg a nyomozás lezárható, utána pedig már egy-két hónapon belül a vádirat is be lesz nyújtva. Nagyon remélem egyébként, hogy életelleni cselekményben. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm is. Irodóval megyünk tovább.